Azt álmodtam, hogy Bakura megbolondult. Ne is mondd, soha többé nem alszom kártyákkal a fejem alatt. Jól aludtatok? Én meg... Én azt álmodtam, hogy mind párbajozók voltunk, és Yugiból kettő is volt. Mi volt ez? Mintha Maya hangját hallottam volna. Ég veletek, madárkák. A sólyom asszonyaim, végük van. Inkább úgy mondanám, hogy kiestek. Veled együtt. És kérem a csillagjaidat, vesztettél. Maya, jól vagy? Elkéstetek! Miről késtünk le? Váltott téged ez a rusnya fickó? Csak annyira, amennyire Pegazus megfizetett. Azzal bízott meg, hogy a selejteseket mielőbb tüntessem el a szigetén. Akkor te valamiféle kukás vagy. Ez nem vicces. Pánik a sziget egyik eliminátora, és ha nem tűntök el innen sürgősen, ti is az én sorsomra juthattok. Eliminátor? Az meg mi az össz? Mint láthatod, a kislánynak mostanra már egyetlen csillagja sem maradt a párbaj kesztyűjén. Akkor ezek szerint kiestél a versenyből? Kikaptál tőle? Sajnos igen. Minden olyan gyorsan történt. Ahogy Pánik párbajozik, az egyszerűen védhetetlen. Ez nem igazság. Nagy ellenállást nem tanúsított a kislány. Na megállj! Engedjetek! Milyen ember az, aki fellök egy lány? Higgadj le, Joey. Tudom, hogy bánt, de nézd már meg, mekkora ez a tag. Akkor is lecsapom. Nem, Joey, az erőszak nem megoldás. Valóban nem az. Nekem már elég sok faragatlan fickóval volt dolgom, és ez idáig csak egyféleképpen tudtam hatni rájuk. És hogyan? Ha kiálltam ellen. Yu-Gi-Oh! Yugival párbajozik. Lássuk, engem is meg tudsz-e fosztani a csillagjaimtól, Pánik. De figyelmeztetlek, amikor a barátaimról van szó, különösen elszánt vagyok. Hát rajta! Kis törpe, pillanatok alatt kiveszlek ebből a versenyből, ahogy ezzel is tettem. Mondd el, meddig bírtad? Yugi, ne, kérlek! Erezd előtt, Pánik! Ha valakivel kezdeni akarsz, kezd velem, de ne itt kint, hanem bent, a párbaj téren. Most! Gyerünk, Yugi, mindent bele! Mutasd meg ennek a tuszkónak, ki a jobb! Szóval te vagy, Yugi, még szerencsém is van. Pegazus hatalmas summát ígért annak az eliminátornak, aki téged kiejt. Az persze még kérdés, hogy a testi sértésért külön fizete majd, na nem, mintha ingyen nem vállalnám. Jobb, ha sürgősen más megélhetés után nézel, Pánik, mert a párbaj végeztével. Nemhogy csillagod nem marad, de talán munkahelyed sem. Ki mondta, hogy én ezt még pénzért csinálom, Yugi? Abban már régóta nem szenvedek hiányt. Csupán azért vagyok még a szakmában, mert nincs nagyobb öröm számomra, mint tönkreverni az olyan nyápic párbajozókat, mint ti vagytok. Hát csak készülj, Yugi! Mert hamarosan megismered az igazi fájdalmat. Nem tudnak megijeszteni a fenyegető szavaid. És mert én szívből játszom, mindig nyerek a magad fajták ellen. Még dolgot sem volt a fajtámmal. Az én legyőzésemhez sokkal több kell, mint egy ostoba taktika. Mert hogy... Pánik, kíméletlen, Yugi, engem is halálosan megrémített. Úgy ám, de nem egyedül őt. Nekünk eliminátoroknak az a feladatunk, hogy az erősebb párbajozókat becserkészszük és párbajra ösztönözzük őket. És ha nagyjából hasonló erőt képviselnek, akkor a megfélemlítés fegyverével is élünk. Ezért foglak téged is elintézni, Majához hasonlóan. Értem már a módszereidet. Orvul kényszerített párbajra a versenyzőket, mert szemtől szemben nincs merced senkit kihívni. Vigyázz a szádra, te kis senki házi! Az igazi párbajozó becsülettel és tisztességgel játszik, nem úgy, mint az ilyen sonyi gyáva kukacok. És hogy ezt bizonyítsa, minden csillagomat felteszem, hogy visszanyerjen Majáét. Állok elébe, hogyha nyersz, kapsz tőlem 8 csillagot. A tétnek számomra nincs jelentősége. Miért mondod? Azért, kedves Yugi, mert aki velem leáll bármajozni, az sokkal többet kockáztat néhány ócska csillagnál.
jóval többet. Yugi! Yugi! Ki kell hoznunk onnan? Mi a baj, Yugi? Nem bírod a meleget? Hát jobb, ha hozzászoksz, mert ez a hűség egy darabig még ott lesz körülött. Állítsd be, pánik! Velem is megcsinálta ugyanezt. Kibírod, Yugi? Már látom, hogy nő a félelem a szemedben, Yugi, és hallom, ahogy reszket minden csontod. Már lassan sejted, milyen rémálom vár itt rád, vagy stílusosan mondva, pánikba estél. Fogd be a szád, te őrült! Inkább hagyd a csudába, Yugi, így nem vagy köteles vele kiállni. Igen, gyere le onnan, és folytasd a versenyt a szabályok szerint, hallod? Csak ennyi tüzet tudtál csiholni. Yugi! Mire jó ez neki? Csak mert ennél jóval nagyobb hőség kell, hogy felolvaszd a hideg véremet. Az utolsó versenyző, aki ilyen nagyképű volt velem. 3 darabban ment el, és most kezdjük. Figyeljetek! Yugi ügyes, de eliminátorokkal még nem volt dolga. Ha beengedi pánikot a fejébe, rögtön vége. A kis tábortüzem tehát nem olvasztott fel. Akkor oltsuk is el a fényeket. És inkább a sötét álmok kastélyába vezérellek, ahol életed legfélelmetesebb perceit fogod átélni, hála annak teremtményeinek. A kastély pedig eredendően térerőt élvez, hiszen a párbaim máron a sötétben zajlik. Én nem félek a sötétben, pánik. Majd fogsz, ha szembesülsz a szörnyűségekkel, amik bent várnak rád. A sötét fátyol, mely perceken belül elborítja a párbaj teret, a te szemednek láthatatlanná teszi majd a szörnyeimet, míg én kedvemre irányíthatom őket, és így a támadásaimmal könnyedén megsemmisítelek. Bosszantó, ugye, Yugi? Dühít, ahogy a lepel lassan lehull az egész párbaj térre, és teljes bizonytalanságba ringat téged. Lassan már gondolkodni sem tudsz a félelemtől, vald be! Ne figyelj rá, Yugi! Engem is ugyanis zökkentett ki a játékból! Kösz, hogy szólsz! Ha most azon tűnődsz, hogyan fosztanád meg a kastélyomat a térerőtől, ne tedd! Mert ahogy fentről az árnyék szívja el a fényt, úgy lentről a föld teszi meg ugyanezt. Egy szóval itt csak az éjszaka élvez helyzeti előnyt. Amíg nem tudom, mi rejtőzik a sötétben, nem kockáztathatok támadást. Ezért most még óvatoskodunk. Kert a gárdista! Védelmi állásban! Nem volt valami fényes ötlet. Nem láttam, milyen lappal válaszolt. Támadj! Sötét sugárfelhő! Megvan az éjszaka első áldozata. Yugi! Ez csalás! Hogy védekezzen ellene, ha nem látja? Igen, és támadni sem tud láthatatlanokra. Nincs valakinél egy zseblámpa. Már a barátaid is lemondtak rólad. Elő kellene csalogatnom a szörnyeit az árnyékból, de azt csak a kastély elpusztításával tudnám elérni, aminek viszont, ha jól emlékszem, 2500-as védelmi pontja van, vagyis nincs olyan kártyám, ami megtörhetné a varázsát. Még csak részben sem. Kezdem lassan érteni, miért nevezik pániknak. Alig kezdődött el a párba, és én már is kétségbe vagyok esve. Dobja, milyen lapot csak akarsz. Ahogy betérnek az árnyék birodalmába, egyenként vesznek oda. Szárnyas sárkány az erődőrzője, védelmi állásban. Ez a védelem egy szörny ellen még megőrizni az életpontjaidat, Yugi. De 2 ellen már nem. Bármennyire is fáj, igaza van. Folyamatosan védekezve nem lehet párbajt nyerni. Megrémültél, ugye, Yugi? Ismert el, nagyobb volt a merszed, mint a tudásod, és ez okozza majd a veszten. Bizony, már nem látok mást, csupán egy reszkető kisfiút, aki képtelen megvédeni magát. Szerinted hogyan tudná megfordítani ezt a partit? Ha tudnám, eleve nem is került volna ebbe a helyzetbe. Hogy? Valahogy biztosan hatástalanítani lehet pánik árnyék birodalmát. De nem a kastélyán keresztül, mert az szinte támadhatatlan. Várjunk csak! És mi van akkor, ha nem a kastélyt támadom, hanem magát a sötétséget?
Erődőrzője, harcra fel! Tűzgolyó támadás! A szörnyeire! Még ha láttad is őket, azt a támadást elképzelni sem tudod, ami most következik. Sötét sugárfelhő! Így veled erődnek őrzője! És ezzel megint nem kíméltem az életpontjaidat, Yugi. Te egy percig se hidd, hogy itt megállok. Kezdesz lassan beletörődni a sorsodba? Helyes, mert a sötétség szőröstől bőröstől elgel. Szó, egyre fogy az életpontom, és pánikot még csak meg sem tudtam támadni. A sötét fátyol már két szörnyemet is leütötte, és még mindig fogalmam sincs, hogy mivel állok szemben. Továbbra is ő van előnyben, de úgy éljek, hogy megtalálom ennek a nyambat óriásnak az ellenszerét. Az éjszakának szemei vannak, Yugi. És ettől egyig rád merednek. Amíg Pánik sötét álmainak kastélya folyamatos térerő alatt áll, nem fogom meglátni, hogy milyen szörnyeket hívott le. De ha megszeppenek, azzal még jobban rontom az esélyeimet. Éppen ezért arra kell törekednem, hogy ne lássa rajtam a félelmet. Törd csak a fejed, Yugi. Olyan jó nézni, ahogyan küszködsz ellenem. Könnyen beszélsz, Pánik, de akkor is gyáva az, aki a sötétben az éjszakába burkolózva támad másokra. Yugi, vigyázz! Jól vagy, öcskös? Azt ajánlom neked, legközelebb kétszer is gondold meg, mielőtt sértegetni kezdesz valakit, hallod? Rettegsz, Yugi, mert teljesen elvesztél a sötétségben. Én pedig a nagy csúnya zsákos ember vagyok, aki észrevétlenül mögéd lopózva elragad az élék sorából. Ó, ha látnád, mire készülök megint, nem fogadnád ezt ilyen mosolygósan. Csak hogy éppen azért mosolygok, mert látom. Rajtad keresztül. Hogy? Miről beszélsz, te kis nyánc? Valóban a zsákos ember vagy, aki halálra rémiszti a gyerekeket az éjszakában. De előbb-utóbb rájönnek majd, hogy a sötétségtől nem kell megijedni. És tőled sem. És ha valaki szembe mer nézni az ismeretlennel, akkor egy-kettőre megleli a sötétség egyetlen ellenszerét. Csak hiszed, hogy ez ennyire egyszerű? Miért lenne bonyolultam? Már is bebizonyítom neked. Mivel? A kártyával, ami a veszted lesz, miként a sötétségnek is, ami most még körülvesz minket. Melyik az? Egy kis kedvesség, ami hamarosan alapos leckét ad neked a sötétségről. Maja, szerinted Yugi miért mondja el a tervét neki? Azért, mert fél. Velem is ugyanez történt, és sajnos a félelem hibákat szül. Nem tudom, Maja. Én nem úgy látom, mintha félne. Majdnem rám ijesztettél, de mindketten tudjuk, hogy az a kártya nem más, mint egy jó nagy blöff. Dobd csak el, Yugi bátram! Hadd lássam, mit tanít majd Móresre. Miért mutatnám meg neked, amikor te is csak a sötétből mersz engem megtámadni? Úgyis csak nagyszol. Egész biztos vagy ebben? Mert én nem vagyok az a hazudós fajta játékos, mint te. De tudod mit? Megmutatom. Ezzel is alátámasztva, hogy én nem a levegőben beszélek. Lássam! Nem hinném, hogy ennek a dögnek kellene bizonyítania. Kész vagy, Pánik? Parancsolj! A felkelő nap kardjai! A felkelő nap... A felkelő nap kardjainak ereje nem csak abban rejlik, hogy négy körig elvakítja az összes ellenséges szörnyet, hanem abban is, hogy töretlen fénye még a legsötétebb ködben is láthatóvá teszi a szörnyeket. Hamarosan a sötét kastélyot szörnyei már nem lelnek búvóhelyet. De még nem teszem ki, hanem inkább tapasztald meg te is a saját fegyveredet, és tudd meg, milyen érzés rettegni attól, hogy az ellenfél mikor csap le véglegesen. 5 köröd van mindezt megtapasztalni. 5 kör, Pánik! Aztán a szörnyeim megsemmisítenek. Átok, sárkány, védelmi állásba! No és persze, kártya, ami majd fénnyel áraszt el. Az 5 kör most kezdődik, Pánik. Te dobsz. A nyavajás letette a felkelő nap kártyát. Mi a gond, Pánik? Nem megy már a megfélemlítés? Mindjárt meglátod, csak várd ki. Maja,
Jugi, miért mutatta meg neki azt a lapot, ha ki sem jön vele? Nem szívesen mondom, de ez nem jó jel. Miért? Én is nagyjából idáig álltam a sarat. De akkor Pánik olyasmivel jött elő, amire álmomban sem gondoltam volna. Jugit nem lepheti meg. Ő mindenre számít. Úgy legyen. Hidd el. Én is tudom, hogy Jugi ügyes, de Pánik legyőzéséhez nem ügyesség kell, hanem nagy odafigyelés, hogy ne vegye el teljesen az eszed, az állandó sötétség meg a tűz. Szóval ide inkább bátorság kell, és nem tudás. Bátorság? Hát neki az van. És nem is kevés. De akkor is minek kellett a legjobb kártyáját sebezhetővé tenni? Ilyen hibát csak az követel, aki nagyon ideges. A hiba pedig egy párbajban nem maradhat büntetlenül. Dobj valamit, Pánik! Be kell ismernem, nagyon ravasz dolog volt áltatni engem azzal a kártyával, kicsi Jugi. De ugyanakkor hatalmas hiba is, mert ezzel támadhatóvá tetted. Mert ha azt hitted, a lefordított lapok védelmet élveznek, nagyot tévedtél! Lehívom a kártyametszőt! A metsző? Ennek a lapnak a kijátszása minden létező kártyát felfed, és így könnyedén leviszi a felkelő napodat a kártya temetőbe. És ezáltal végtelen maradsz. Metsző, támad! Jugi! Ez a lap volt, Jugi, egyetlen esélye! A hited megint cserben hagyott, Jugi. Felmetsző támadás! Mi történik? Miért nem fejezi be a támadást? Meg kellett volna semmisítenie a felkelő nap kardjait! Csak annyit mondtam, hogy a felkelő nap kártya majd megvilágítja a szörnyeidet. Arról szó sem volt, hogy ezt a lapot fordítom fel, ezt csak te gondoltad. De ha az nem a... Amit a mezőre raktam, az egy egészen más kártya volt. Ha? Az átokfordító sugár egy csapdalap. Csapdalap? Pontosan, és ez megakadályozza a kártyametsződet a támadásban. Hogy aztán egy börtönsugárba száműzze őt. A párbajkártyában tisztában kell lenni minden lap képességével, így azzal is, hogyan képes például a metsző levinni valakit a temetőbe. Szerintem neked is van valahol a pakliban egy ehhez szükséges varázslap. Csak éppen elfelejtetted hozzápárosítani. Így a metsződ teljesen hatástalan lett a paklimra. Ez nem semmi! Most add meg neki a kegyelemdöfést! Mit művel ez itt? Még ilyen közelről sem látom tisztán. Jó trükk, de a párbajnak még nincs vége. Hogy merészelted? Besaptál engem! Te csaptad be önmagad, azzal, hogy elszórtál egy ilyen erős lapot. És most, hogy szabad a pálya. Valóban kijátszom a felkelő nap kardjait! Egy újabb varázslapot, de megint lefordítva. Lefordítva? Miért? Ez mire volt jó? Nem tudom. Még nincs vége. Elfogtad a metszőmet? Nagy ügy! Mert van ám itt még bőven olyan szörnyem, ami végleg elintéz téged. Folytatjuk.